Sziasztok! Előző videónkkal végigértünk az edit oldalon. Ahogy korábban ígértük, tehát az edit oldal után most egy rövid videó keretében a cut oldallal fogunk megismerkedni. A cut oldal lényegében a vágás alapeszközeivel gyors vágásra ad lehetőséget. Ugye maga a cut oldal a Resolve 16-os verziójától vált elérhetővé. Ugye itt is található egy médiatár, ami a projekthez tartozó összes forrásfájt tartalmazza az eszköztár, ami egyrészt ugye a lejátszáshoz, áttűnésekhez, valamint a vágáshoz pár alapeszközt tartalmaz. Ugye szemben az edit oldallal itt egy nézőke van, ez ugye adott esetben vagy a timeline, mint jelen esetben, ahova ugye a playhead mutat, vagy a forrásmédia, kattintsunk duplán, ugye most a Balaton felvidék egy mov látható itt, de harmadik lehetőség az úgynevezett Source Tape. Ha rákattintunk a Source tape és most menjünk át egy másik mappába, át a Masterbe, akkor láthatjuk, hogy tulajdonképpen az összes médiaanyagot, amit importáltunk a projektbe, az itt megtalálható. Ugye ez nagyon hasznos tud lenni, hogy egy összképet kapjunk a projektben található összes forrásanyagról. Ugye feltűnő lehet, hogy itt két különböző timeline van. Az egyik egy részletes, ez valamelyest hasonlít az editben levőhöz, illetve egy globális, és ez a globális, ez mindig a teljes timeline mutatja. Független attól, hogy ez mondjuk két perces, vagy adott esetben két órás. Ez ugye a navigálás szempontból, és azért, hogy rengeteg úgymond fáradtságos zoomot megtakarítsunk, nagyon hasznos tud lenni. Szemben az előző videókkal itt most csak a kátnak a sajátosságait mutatjuk be, tehát különösebb érdemi munkát most nem fogunk végezni. De nézzünk akkor meg még gyorsan pár dolgot a kádban. Most menjünk vissza a source clipre. Ugye a source clipnél látható, hogy milyen input, illetve output pontok vannak megadva az adott clip esetén. Ugye láthatjuk, hogy ha itt ki akarjuk jelölni jelen esetben az inputot, akkor szinte frame pontossággal tudunk közlekedni. Ha kimondottan frame pontossággal akarunk közlekedni, akkor erre lehetőséget ad az input esetén ez a rész. Ugye nézzük meg. Tehát gyakorlatilag most frémenként haladunk vissza, ez esetben pedig frémenként haladunk előre. Ugye értelemszerűen ugyanezt az outputtal is meg tudjuk tenni. Ugye a timeline-okra visszatérve láthatjuk, hogy ahogy közlekedünk a timeline-on, most ezt a globálisan tesszük meg, úgy mindig az alsó timeline odauglik ugye az áthelyezést a két timeline együttes használatával nagyon gyorsan zoomolásmentesen meg tudjuk tenni. Ugye az áthelyezést most a két különböző típusú timeline-t felhasználva is meg tudjuk tenni. Tehát azt mondjuk például, hogy ezt a kiválasztott klippet mondjuk, és most felhúzzuk a globális idővonalra, és mondjuk azt, hogy ide szeretnénk helyezni. Ugye most ez megtörtént pár másodperc alatt, így a zoomolással nem kellett fáradnunk. Ha mondjuk azt szeretnénk csinálni, hogy ezt a snittet áthelyezzük az első két snitt közé, akkor egyszerűen balgom, lenyomva tart, áthúzzuk, megjelenik a sötétebb kékes szín, és ekkor elengedjük. Így már gyakorlatilag mindenféle módosítás, vágás, egyén művelet nélkül a kettő, tehát az első kettő klip közé illesztettük be a szóban forgót. A kát oldal alapvetően trim jellegű, tehát, hogyha a csatlakozási ponton mozgatjuk a videót, akkor gyakorlatilag az editben is bemutatott trim jelleggel működik a rendszer. Ha vágni akarunk viszont egy anyagot, akkor az olló ikont válasszuk. Itt ugye az edittel ellentétben egyből el is végzi a vágást, ugye mindig ott, ahol a playhead van. Aztán persze érdemi esetben a trimmeléssel folytathatnánk a dolgot. Itt különböző beillesztési típusok találhatók. Ezek közül, bár pár megtalálható az editben, ott különösebben nem emeltünk róla szót, most nézzünk meg kettőt, ami például hasznos lehet. Az egyik ezek közül az úgynevezett Place on the Top, Ez most kiválasztottunk a forrásanyagból egy videót, ugye itt a Playhead, választjuk a Place on Topot és gyakorlatilag a meglévő anyagunk fölé egy következő sávba, tehát a tetejére helyezte a szóban forgó forrásanyagot. A másik hasznos, az append, most válasszuk ki, ezt a forrásanyagot gyakorlatilag a timeline legvégére helyezi. Ugye itt minden esetben, hogyha ezt az append-et használjuk, ez persze az editre is igaz, ha ott alkalmazzuk, akkor a timeline végére helyezi az anyagot mint gyors renderelési lehetőség a Quick Export először a Cat oldalon állt rendelkezésre. Ugye a DaVinci 17. verziójától ezt, a Quick Exportot már az editen belül is elérhetjük. Itt gyakorlatilag tehát, mint mondtam, gyors renderelésről van szó, ez lényegében egy egyszerűsített verziója a Delivernek. Ugye az egyszerűsítés abban az értelemben értetődő, hogy gyakorlatilag a különböző közösségi médiákra, így YouTube, Vimeo vagy Twitterre szabott beállításokat tudunk megtenni. Ugye, mint látjuk, hogy itt a Manage Account-tal gyakorlatilag direktbe be tudjuk állítani, hogy az elkészült anyagunkat, tehát direktbe kapásból az adott közösségi médiára töltse fel. Lényegében ebben a kis rövid videónkban a Kat ennyit szerettünk volna megosztani. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, ha tetszett a videó, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, tartsatok velünk legközelebb is,